Utolsó tavaszi ülését tartotta kedden délelőtt a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei közgyűlés a vármegyeháza dísztermében. A képviselők összesen 14 napirendi pontot tárgyaltak. Elfogadták többek között a tavalyi év költségvetésének zárszámadását, és döntöttek az idei évre vonatkozó büdzsé módosításáról is. A 2022. évi zárszámadás azt állapította meg, hogy a önkormányzat költségvetése szabályozott és tervezhető keretek között zajlott. Ez ezekben a háborús időkben különösen megnyugtató számunkra, hiszen ez még ugyan a 2022-es év, de már rányomta a bélyegét a Covid járvány és minden egyéb olyan probléma, amit mindannyian jól ismerünk. A 23. évi költségvetés módosítása pedig a szokásos módosítások miatt került sor, azért, mert különböző projektekben tudunk szerepet vállalni, határmenti együttműködési programokban és hazai fejlesztési projektekben, ezért szükséges a 23. évi költségvetés módosítása is. A közgyűlésen a vármegye közúthálózatának állapotáról és a közeljövő fejlesztéseiről adott tájékoztatást Óvári László, a Magyar Közút Vármegyei Igazgatóságának igazgatója. A témával kapcsolatban Veres János szocialista képviselő kifejtette, mi hamarabb forrást kell találni a Máté-Szalkát és Debrecent összekötő 471-es főútvonal leromlott szakaszának felújítására és a vállai határátkelőhöz vezető út korszerűsítésére. Olyan elhanyagolt, gyenge minőségű útjaink vannak a megyében, amelynek a felújítására nagyon gyorsan sort kell keríteni. Én ebben a 471-es számú főút bizonyos szakaszait beleértem, ami Máté-Szalka és Debrecen között bonyolítja a forgalmat, illetve hát sajnos több mint 20 évvel ezelőtt jött létre az a összeköttetés Romániával, a román határig felújított úttal, amely vállai határátkelőjét jelenti, és ez az út elhasználódott a 20 év alatt. Én már több éve mondom annak az útnak a felújítási szükségességét. Itt sajnos egy nagyon rövid szakasza jelent meg ebben a bizonyos előterjesztésben, és én azt gondolom, hogy annak érdekében, hogy hát ne valljunk szégyent a szomszédországhoz képest, most óvatosan fogalmazva, mert Romániában felújították már ezt az utat azóta, mióta a határátkelőhely megnyílt. Ezt is fel kellene újítani, lényegében teljes hosszában. A közgyűlés egyik legvitatottabb napirendi témája volt az orosz-ukrán háború. Az egyik előterjesztés ugyanis arról a kezdeményezésről szólt, mely szerint a vármegyei önkormányzat is kiáll az országgyűlés március végén hozott békepárti határozata mellett. Bár nem minden jelenlévő voksolt a határozat tervezetről, a képviselők többségi szavazással elfogadták azt. Komoly polémia alakult ki a előterjesztés kapcsán. A polémia nem a országgyűlési határozat javaslat támogatásáról szólt, hanem az ukrán háborúról, ukrán-orosz háborúról, az ezzel kapcsolatos megközelítésekről. Nem is gondoltam volna, hogy ilyen komoly polémia alakul ki az ügyben, ha bár gondolhattuk volna, hiszen olyan kérdésről van szó, amely a minden családot súlyosan érint rezsi számlákban, hogy csak a legkézzelfekvőbbet említem, de hát naponta halljuk a híreket a szomszédos országból, ez mély aggodalommal eltölt el mindenkit, mindenki kifejezte a vágyát a béke mellett, az országgyűlési határozati javaslatot viszont nem mindenki tudta támogatni, ezt sajnálom, de többségi szavazással azt is elfogadta a vármegyei közgyűlés. A Dorján Béla, a Jobbik Momentum képviselője azt mondta, mielőbb létre kell jönnie a felek közti békének, de feltételekkel. Hangsúlyozta, a szomszédos Ukrajnának garanciát kell vállalnia arra, hogy helyreállítja a kárpátaljai magyarság és más kisebbségek jogait. Ukrajna részéről nyilvánvaló, hogy az én személyes tapasztalataimra hivatkozva ismét, azt meg tudom állapítani, hogy nem bánik megfelelő módon Ukrajna a területét képező és az állampolgárait képező és ott élő nemzeti kisebbségekkel. Ukrajnát én merem úgy nevezni, hogy egy mozaik állam. Nagyon sok kisebbség él, magyar, ruszin, lengyel, orosz és sok mindenki más él egymás mellett. Ukrajna viszont és az ukrajnai törvényhozás most már évtizedes hagyományokkal meggyalázza és megalázza a területén élő kisebbségeket, tehát Ukrajnának vállalnia kell, hogy a kisebbségek jogainak helyreállításával és az emberi méltóság biztosításával megőrzi az államiságát és tiszteletben tartja minden ott élő kisebbség jogait és elvárásait. A keddi ülésen Sesták Oszkár bejelentette, az előző héten 23 millió forintos kormányzati rezsitámogatást kapott a vármegyei önkormányzat, amely jelentős segítséget nyújt a stabil gazdálkodásban és a vármegyeháza működtetésében.
A közgyűlés a tervek szerint június 29-én tartja a következő rendes ülését.